50-55 ezer induló és érkező utas a Ferihegyi 2-es terminálon. 350-370 gép mozgás a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, és közel 2900 járat Magyarország légterében. Így nézett ki a legforgalmasabb napok mérlege az idei évben, amikor is újabb rekordok dőltek meg számos területen. Egy óra alatt az ACC-ben 283 légijármű ment el, ami rengeteg. De hogyan koordinálnak ekkora forgalmat a szakemberek a magyar légtérben? Hogyan dolgoznak a távolkörzeti irányítók? Hogyan alkalmazkodnak a forgalom lüktetéséhez az Igló utcában üzemelő hatalmas munkateremben? Magas és alacsony szektorra bontjuk először az országot, és innen lehet tovább bontani, magasság szerint, illetve keleti és nyugati szektorokra. Mi a feladata az áramlás szervezőknek, és hogyan dolgozik együtt a tervező irányító azzal a kollégájával, aki az utasításokat adja a pilótáknak? Láttam közelebbről az irányítók munkáját, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez mennyire menő, és hogy én ezt nem kívülről szeretném nézni, hanem csinálni szeretném. A légiforgalmi irányítás kulisszatitkai. Runway 31 left, clear for takeoff, wind 320 degrees at 9 knots. Már az utazó magasságát elhagyva süllyed, de még viszonylag nagy magasságon halad ez a Budapestre tartó Boeing 737-es, nem sokkal azután, hogy belépett az ország légterébe. A pilóták a tévhitekkel ellentétben még nem a Ferihegyi toronytól, hanem a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér melletti Igló utcában dolgozó körzeti irányítótól kapják az utasításokat. Mégpedig ebből a munkateremből, ahol a forgalom nagyságától függően bontják különféle szektorokra az ország légterét. Egy mozgalmas nyári napon csak a távolkörzet irányítók akár 2500-2800 géppel is kapcsolatba léphetnek 24 óra leforgása alatt. Köztük jó néhány olyan járattal, amelyek nagyon hosszú, 14-16 órás útvonalakat teljesítenek. Legcsendesebb időszak általában nekünk az télen, a hajnal 1 és 4 óra között lévő időszak. Ilyenkor az országban jellemzően egy szektor működik, ez azt jelenti, hogy 10 000 láb fölött mindenért ugyanaz a két irányító felel, hiszen mi párban dolgozunk, egy executive controller és egy planning controller, egy tervező és egy irányító. Ám ahogy közeledik a reggel, egyre népesebbé válik a munkaterem is, egyre több irányítópultba ülnek be a légiforgalmi irányítók. Részben azért, mert nem sokkal később náluk is megjelenik a kora reggeli Ferihegyi indulólöket egy elég jelentős része, másrészt azért, mert megnő az ország feletti áthúzó járatok száma. Hajnalban, ahogy elkezd jönni a kis löket kelet felől jellemzően, akkor kezdünk el szektorokat nyitni. Magas és alacsony szektorra bontjuk először az országot. Ez változó, hogy flight level 365 vagy 345-ön történik ez a vágás, és innen lehet tovább bontani, magasság szerint, illetve keleti és nyugati szektorokra. Vannak még olyan szektorok, amiket ritkábban vagy nem nagyon használunk, van egy déli szektorunk is definiálva, illetve egy északi, ezeket ritkábban szoktuk használni. A csúcsforgalmat jelentő nyári időszakban viszont akár 8 szektor is üzemelhet az ország légterében. Erre azért van nagy szükség, hogy az adott légtérért felelős irányítók ne legyenek túl terheltek. Szigorúan szabályozzák, hogy adott pillanatban hány géppel foglalkozhatnak a szakemberek, persze minden szektornak megvannak a maga sajátosságai. De maximum a szektoronként változik, ugye amikor országos egy szektorban vagyunk, akkor egy magasabb szám engedélyezett. Körülbelül olyan 16 légijármű az, amit szoktunk egy szektorban engedélyezni. Mondjuk egy nyugat-alacsony szektor az nagyon komplex. Ott, hogyha 16 gép van, abban lehet sok bonyolultabb művelet is. Míg hogyha egy országos hajnali forgalom van, ott a 16 az nem okoz igazából problémát, általában kelet felől nyugat fele haladnak, és nincsen különösebb probléma velük. Egy kicsit kell őket igazgatni, nehogy a gyorsabbik utolérje a lassabbat, de azokkal nincsen olyan nagy feladat.
feladat. Az a nyugati szektor azért érdekes, mert hogy ott az országhatár túloldalán egyből két nagy nemzetközi repülőtér is van, az egyik az Bécs, a másik az Pozsony, és ez hiába foglalkoztok ti a nagy magasságon közlekedő gépekkel, érintiteket, mert valahol meg kell kezdeni például az érkező süllyesztését, vagy egy Bécsből indulónak az emelését, ami Magyarország felé fordul, úgyhogy ott azért elég komplex műveletek tudnak lenni. Abszolút, a nyugati alacsony szektorunkban ott ugye bonyolodalmat tud okozni budapesti érkező-induló, bécsi érkező-induló, pozsonyi érkező-induló, és ezek nagyon szépen össze tudnak akadni mondjuk, hogy Győr magasságában, és az a feladatunk, hogy ezeket elkülönítsük egymástól, de egyébként ott van még a zágrábi érkező-induló is, egy belgrádi érkező-induló, rengeteg repülőtér van a környékünkön, nem olyan nagy forgalommal, mint Bécs és Budapest, vagy esetleg Pozsony, de azért sok vertikális mozgás van, és ez bonyolítja a mi munkánkat. A körzeti irányítók vagy az országhatárig, Ferihegyi érkező esetében pedig addig kísérik figyelemmel a gépet, amíg az be nem lép az approach-a vagy a közelkörzet légterébe. A közelkörzeti irányítók ugyanebben a munkateremben dolgoznak, ők azok, akik adott esetben a legtöbb manővert hajtatják végre a géppel, amíg az ráfordul az éppen használatos pálya végső egyenesére. Innen már a torony veszi át az irányítást. Az indulókat, miután azok megkapták a toronytól a felszállási engedélyt és elemelkedtek a pályáról, szintén ők vezetik ki a közelkörzet valamelyik kilépő pontjára és az útvonalra. Amikor az approach-ot elhagyja az indulójárat, akkor ismét valamelyik szektor irányító lesz az illetékes, és emeli a gépet tovább. Mi az ACC-ben viszonylag szigorú szabályok alapján dolgozunk, illetve az approach-ban sokkal nagyobb fordulók, sokkal nagyobb sebességkülönbségek tudnak előfordulni. Hát ők forgatják a legtöbbet a repülőművekkel. Igen. Náluk sok minden történik egy bizonyos járattal, mi pedig sokkal több járattal foglalkozunk, szóval nekünk egy kicsit távolabbra kell kinéznünk, messzebbről tervezünk, és sokkal finomabbakat mozgatunk rajtuk. Tehát mi például, hogyha forgatunk, akkor gyakran csak van olyan, hogy csak 1-2 fokot forgatunk egy járműben, mert tudjuk, a széllel együtt pont annyi változást fog okozni, amennyire nekem szükség van, de van, hogy egyébként 5-10-15-20 fokot is. Az approach-nál meg simán előfordulhatnak sokkal nagyobb fordulók például. A légiforgalmi irányítás egyik alapja az elkülönítés. Igencsak szigorú szabályok határozzák meg, hogy mekkora távolságot kell tartaniuk például a tornyos irányítóknak két egymás után felszálló gép között, mekkora távolságban forgathatja be a végső egyenesre a leszálláshoz készülő járatokat a közelkörzeti irányító, és hogy milyen minimum elkülönítést kell alkalmazni azoknál a gépeknél, amelyek 8-10 ezer méteres magasságon 800-900 km/órás sebességgel haladnak. Nálunk Budapest ACC-ben ezek a minimumok vízszintesen 5 mérföld és függőlegesen 1000 láb. Tehát ez egy nagyjából 300 méter függőlegesen. Vízszintesen az 5 mérföld az azért már nem olyan kevés, hogyha le kell futni, én ezzel szoktam példálozni, hogy azért fuss le azt az 5 mérföldet 8 kilométer nagyjából. Ezt hajszál pontosan be kell tartani, 5 mérföld alá nem csökkenhet a távolság két repülőgép között. Pontosan ezért nem is 5,0-ra dolgozunk mi, hanem mindenki egy kicsit azért ráhagy, illetve azt is figyelembe kell vennünk, hogyha egy heavy gép mögött megy el egy kisebb kategóriájú, akkor az megrázhatja az utasokat. Úgyhogy például igyekszünk tájékoztatást adni a pilótáknak, hogyha elhaladnak egy nagyobb kategóriájú gép mögött, hogy esetleg kérnek-e nagyobb távolságot, igyekszünk őket időben tájékoztatni, hogy ők is megfontolhassák, hogy nekik elége mondjuk az 5,6 mérföld. A szektorokban párban dolgozó két irányító feladatai megoszlanak, ahhoz hasonló módon, mint a repülőgépen a pilótáknál. A pilot flying vezeti a gépet, a pilot monitoring pedig kiszolgálja őt és rádiózik. A munkateremben a tényleges irányító kommunikál a gépekkel és adja az utasításokat a pilótáknak, a tervező irányító pedig az ő munkáját segíti és koordinál. Aki szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, az EC és PC munkakört is betölthet, sőt ez napon belül is szokott változni. Mi folyamatosan ülünk át egyik szektorból a másikba, egyik munkahelyről a másikra, mind a két feladatot el tudjuk látni.
A tervező irányító koordinálja le előre a be- és kilépési feltételeket a saját szektorunkba, ezt akár országon belül, akár az approachosokkal, vagy a szomszédos országoknak az irányítóival, ott is ugyanúgy párban ülnek, és vannak nekünk munkatechnológiáink, vannak nekünk együttműködési megállapodásaink, amiket be kell tartani, illetve el lehet térni tőle. És ezeket a feltételeket a tervező irányító tárgyalja le telefonon a szomszédos egységekkel. Például milyen magasságon várnak egy érkezőt Zágrábba, milyen magasságon kell átadni egy gépet Bécs felé? Igen, megvannak nekünk, hogy milyen távolságra kell két gépet egymástól átadni, és ettől nyugodtan el lehet térni, amennyiben megállapodunk a szomszédos egységgel. Ugye mindig a repülésbiztonság az első, megállapodunk valami megoldásban, ami a leghatékonyabb és legbiztonságosabb megoldást biztosítja. Ezzel a görög Skiathosról Bécsbe tartó Boeing 737-essel is hasonló volt a helyzet. Rövid időre lépett be Magyarország légterébe Nyugat-Dunántúl felett, viszont akkor már javában süllyedt a sveháti repülőtérre. A Budapesten ülő légiforgalmi irányítónak így egyeztetniük kellett a horvát és az osztrák kollégákkal egyaránt. Akár csak a pandémia előtti időszakban, idén nyáron is újabb rekordok dőltek meg a magyar légtérben. Idén nyáron maximális szektorszámokban dolgoztunk, az a 8 szektor, és a rekordnapunk az augusztusban volt, az ACC-ben az a rekordnapon elment 2866 légijármű. Ez csak az ACC. Ez az egyik rekordunk, a másik pedig, hogy egy óra alatt az ACC-ben 283 légijármű ment el, ami rengeteg. Ahhoz, hogy ez a forgalom gördülékeny legyen, komoly szervezés szükséges. Így nem csak az irányítók dolgoznak a munkateremben, hanem más szakterületek is. Az úgynevezett áramlás szervezést pedig európai szinten is koordinálni kell. Itt ülünk mi távolkörzetesek, itt ülnek a közelkörzetes vagy approachos kollégák is, illetve még nagyon sokan segítik a munkánkat, repüléstájékoztatók is itt vannak, a légiforgalmi irányító asszisztensek, áramlásszervezők, légtérgazdálkodók, szóval nem csak mi ülünk ebben a munkateremben. Ugye egy szektorban sem mindegy, hogy hány gép van, nem engedhetünk be akármennyit, ilyenkor az áramlásszervezők nyár folyamán ők is nagyon sokat dolgoznak azon, hogy mi ne terhelődjünk túl. Most csoportosítsunk át ebbe a szektorba, vagy abba a szektorba, hogy nehogy túlcsorduljon. Ugye limitált, hogy hány irányító, hány szektor áll rendelkezésre, akár korlátozásokat is végbe visznek, amint ugye az utasok úgy tapasztalnak, hogy esetleg szalottott résidőt kap a repülőgépük. Tehát van egy maximális áteresztő képessége a szektoroknak, az országoknak, és ez nem csak a miénk számít ezekben, hanem az is, ami rajtunk keresztül repül, az megy valahova, megjön valahonnan, hogy ott milyen kapacitások vannak. Ez egy elég bonyolult rendszer, amit Brüsszelben koordinálnak, így európai szinten. Egyébként 2022-ben közel 1,1 millió járat biztonságáról gondoskodtak a Hungarokontroll légiforgalmi irányítói és repüléstájékoztatói. Tavaly minden korábbi rekordot megdöntött a Magyarország légterén áthaladó járatok száma, ami több mint 785 ezer repülőgépet jelentett. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a le- és felszálló járatok száma 2022-ben meghaladta a 97 ezer. 300-at. Nyáron nem csak a megnövekedett forgalom levezénylése ad munkát a légiforgalmi irányításnak, hanem a gyakran kialakuló heves zivatarok is. Köszönöm.
Egy-egy villámlással kísért felhőszakadás késést okozhat a földön lévő gépeknek, hiszen ilyenkor az első, amit felfüggesztenek a repülőtereken, az a tankolás. De ugyanígy késhetnek a levegőben lévő járatok, mivel a komoly veszélyt jelentő tornyosuló zivatarfelhőket el kell kerülniük a pilótáknak. Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy mi irányítunk, hogy nálunk van a kontroll. És egy zivatarban ez nem mindig úgy van, ahogy mit eltervezzük első körben, ezért nagyon fontos, hogy legyen B, C, meg D tervünk is, mert lehet, hogy én kitaláltam, hogy azt a járművet majd elforgatom jobbra vagy balra, hogyha ezt szeretném csinálni, és a pilóta mondja, hogy nem tud arra fordulni, mert ott van a zivatar. Akkor addigra, mire ez kiderül, hogy ő nem tud fordulni, addigra nekem már ott kell lennie a B tervemnek, meg a C tervemnek, ami általában már másik szektort is érinthet, úgyhogy azt nekem már előre le kell tárgyalnom a szomszédos szektorokkal, hogy ezt a gépet le fogom süllyeszteni hozzád, hogyha nem tud elfordulni. Ugyanígy szerintem nagyon fontos az egymás tájékoztatása, hogy minél inkább képben legyen minden érintett. Ezért én kifejezetten szeretem a pilótákat tájékoztatni, illetve kérdezni tőlük, hogy számítanak-e arra, hogy fordulniuk kell majd a következő 10-15 percben, mert hogyha én arra számítok, hogy lesz egy viszonylag szoros elkülönítés, akkor nem mindegy, hogy nekem az elkülönítés előtt 2 perccel bejelenti-e, hogy ő fordulni szeretne. Ezért szerintem a legfontosabb, hogy minél több információval rendelkezzenek a résztvevők, én is, ezért bekérem az információt, illetve ők is, ezért tájékoztatom őket. Neked az nem hiányzik, hogy kinézel az ablakon irányítás közben, és akkor ott jön az a gép, amivel te kommunikálsz? Hát igen, jó lenne látni a gépeket, de hát ugye nem látok el Győrig. Szívesen nézegetném én is a repülőgépeket, ugyanakkor az ACC-s világot nem cserélném le. Én nagyon szeretem a munkateremnek a hangulatát, a kollégáimat nagyon szeretem, megéri nekem ez az ACC. Ugye ezt gyakran mondják, hogy 3D-ben kell látni. Én igazából nem 3D-ben képzelem el ezt az egészet. Van egy 2D-s kép a szemem előtt, azt látom a radaron, a radarképernyőn, és ehhez nekem vannak adatok. És én ezeket az adatokat dolgozom fel a fejemben. Szoktam mondani, hogy igazából nem is kell a repülés szerelmesének lenni. Bőven elég, hogyha van egy reálos agyad, logika, és egy kicsit gondolkodsz ezeken a dolgokon. Szerintem nem kell 3D-ben látni, de az információt fel kell tudni dolgozni. Tudni kell, hogy mit jelentenek azok a számok, és hogyha változtatok ezen az egyenleten, akkor mi fog történni. Hajnis Ildikó a pályaválasztáskor még nem gondolta volna, hogy valaha repülőgépeket fog irányítani. Vonzotta a légi közlekedés, de csak akkor döntött úgy, hogy jelentkezik irányítónak, amikor már a Hungarokontrollnál dolgozott, egészen más munkakörben. Nem álmodoztam én a légiforgalmi irányításra. A repülés mindig is érdekelt. Én a családommal gyakran megfordultam a repülőtéren, egészen pontosan a teraszon, hogy megnézzük az érkező és induló repülőgépeket. Ez volt gyerekkoromban. Utána tínédzserként is gyakran kilátogattunk a pálya végébe, hogy megnézzük az érkező induló gépeket, szóval vonzott a repülés világa, de nem gondoltam, hogy én itt fogok elhelyezkedni. Utána a Hungarokontrollhoz én projektmenedzsernek jelentkeztem, és nagyon örültem, amikor fel is vettek, és tulajdonképpen amíg itt dolgoztam és láttam közelebbről a légiforgalmi irányítást és az irányítók munkáját, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez mennyire menő, és hogy én ezt nem kívülről szeretném nézni, hanem csinálni szeretném, és akkor jelentkeztem irányítónak. És hogy hogyan jött az ACC konkrétan? Amikor én jelentkeztem, akkor ACC-s és approach-os irányítókat képeztek, és akkor a kettő közül én is az ACC felé húztam, illetve az oktatóim is úgy gondolták, hogy az ACC inkább nekem való, mint az approach. Igen, ez egy nagyon érdekes fordulópont a képzés során, amikor megvagytok egy alapképzéssel, és persze részben egy alkati dolog, hogy ki hova lesz feltételezhetően jó, és részben szerencse dolga, hogy adott pillanatban hova kell ember, hogy a toronyba, a közelkörzetbe, a távolkörzetbe, és ugye azért fontos fordulópont, mert hogy ahová az embert kiképeztek és ki lett bocsájtva, onnan olyan túl sok mozgástér már nincsen, hogy na jó, akkor azért mégiscsak meggondolnám magamat, hogy tornyos lennék a jövő héttől. Igen, korábban volt példa egyébként mozgásra, tehát van most is olyan ACC-s kolléga, aki tornyosként kezdte, illetve approach-on is van valamennyi átjárás, tehát van erre példa, de az nagyon ritka, és hát igen, ez eldönti nagyjából egy életre, hiszen mi nyugdíjig tervezzük ezt a szakmát, hogy akkor mik lesznek a napi feladatok. Ildikó egyébként ma már annyira rajong a hivatásáért, hogy minden évben így
igyekszik olyan helyekre menni nyaralni, ahol valamilyen speciális repülőtér üzemel. Én szeretek olyan helyekre menni, ahol van valami repülési különlegesség, úgyhogy idén Skiathoson voltunk nyaralni például júniusban. Azt nagyon élveztem, ugye te is voltál most nem régiben, ez az 1600 méteres pálya az azért elég izgalmas, úgyhogy két nap is volt, amikor csak kimentünk a pálya egyik végébe, másik végébe, és ott még strandolni is lehet, ez a tökéletes. Meleg van, strandolni is lehet, úgyhogy ilyen izgalmas helyekre szeretek legalább egyszer azért elmenni. Gyűjtöd egy kicsit ezeket a spéci reptereket? Igen. Ha van lehetőség, akkor igen. De Madeirán még nem voltam, az lesz az egyik következő. A 2024-ben kezdődő légiforgalmi és repülés tájékoztató képzésekre már elindult a jelentkezési időszak. Ha valaki kacérkodik ezzel a különleges és izgalmas hivatással, 2024. március 15-ig adhatja be jelentkezését, mégpedig a karrier.hungarokontrol.hu oldalon, ahol részletes információkat lehet találni a feltételekről, a kiválasztási folyamatokról és a kiképzés két évéről. Ezzel egyébként részletesen is foglalkoztunk egyik korábbi epizódunkban, amelynek linkjét megtalálod a képernyő felső sarkában megjelenő sávban. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához, ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek újjászületését, megújulását, kérjük keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Runway 3-1 left, cleared for takeoff, wind 320, 9 knots.